Mindenkit tisztelettel és szeretettel köszöntök a Miskolci Egyetem 2016. évi állásbőrzéjén. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal vesznek részt cégek, vállalatok és érdeklődők a rendezvényünkön. Ha felnéznek a színpad tetején lévő feliratra, hogy karriert is adunk, nem csak diplomát, akkor azt hiszem, hogy ez a szlogen kifejezi mindazt, amit a Miskolci Egyetem gondol egyrészt a saját képzéséről, másfelől a szerepéről abban, hogy ne csak az elefántcsont torony keretei között oktasson és kutasson, hanem olyan diplomát adjon a fiataloknak, akik ezzel a munkaerőpiacon el tudnak helyezkedni. Másfelől mutatja az egyetemnek azt a szertágazó, széleskörű kapcsolatrendszerét, amivel a munkaerőpiac szereplőivel napi szinten élénk és élő kapcsolatot ápol. Talán ez is a mai rendezvény is ezt példázza, hiszen közel 70 résztvevővel sikerült megrendeznünk ezt a mai alkalmat. Én nagyon remélem, hogy a cégek megfelelő képzettségű és érdeklődésű fiatalokkal és leendő munkaerővel tudnak találkozni a mai rendezvényen, illetve a hallgatóink is megtalálják a számításaikat, és lesz valami fajta jövőképük, hogy a diploma után merre felé induljanak el az életben. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek nagyon hasznos, színes és élénk napot kívánok. Sokak számára az uniós hírek csak a sajtóban jelennek meg, lépten nyomon azonban önök találkoznak ezekkel a fejlesztésekkel. A közös célunk az, hogy önökhöz közelebb hozzuk ezeket a fejlesztéseket. A 2014-2020-as ciklus kiemelten támogatott célcsoportja a vállalkozások. Ezért gondoltuk, és a mai alkalommal szeretnénk ezt gyakorlati példaként is megragadni, hogy a foglalkoztatás bővítésének érdekében, ami ugye a kormányzati politikai elképzelések fő fókuszában áll, a vállalkozásokat, illetve önöket, mint leendő munkavállalókat támogassuk ezen az úton. Kitűnő példa erre a mai alkalom, amely az első lépés lehet abban, hogy a vállalkozók, illetve önök, mint leendő munkavállalók találkozzanak. Kívánok önöknek a mai első kapcsolatfelvételhez sikeres munkát, mert hiszen ez egy munka mindkét fél számára, és sok sikeres mai első kapcsolatfelvételt, majd ezután ebből egy gyümölcsöző együttműködést, amelyhez a 2014-20-as időszakban különböző támogatások, pályázatok formájában ugye mi is hozzájárulni kívánunk az elkövetkezendő időszakban. Sok sikert kívánok önöknek a mai naphoz, és a jövőbeli kölcsönös együttműködéshez is. Nekem két nagyon egyszerű feladatom van, az egyik, hogy megnyissam a mai rendezvényt. Én nagyon rövid leszek, tehát a rendezvényt ezennel megnyitom, és első feladatként a rendezvény, nyitott rendezvény első feladatjaként át szeretnék adni egy olyan elismerést egy olyan cégnek, aki nagyon sokat tett a Miskolci Egyetem utánpótlás nevelésért, a Miskolci Egyetem kutatásaiban való közreműködésével nagyon sokat, sokhoz járult, sok feladathoz járult hozzá. Hozzájárult ahhoz, hogy az oktatásunk fejlődjön. A Miskolci Egyetem számára nagyon fontos, hogy ezek az elismerések jó helyre kerüljenek olyan cégekhez, akik sokat tettek a Miskolci Egyetemért és a Miskolci Egyetem képzéséért, kutatásaiért. Egy TÁMOK 4-2-3 pályázat keretében indult el ennek az elismerésnek az átadása, és engedjék meg, hogy felsoroljam, hogy az elmúlt években 2010 óta kik nyerte. 2010-ben a Robert Bosch Energy és Body Systems Kft., 2011-ben az Electrolux Lehel Kft., 2012-ben a Borsod Chem Zrt., 2013-ban a TVK nyerte, 2014-ben pedig a MOL nyerte. Tavaly évben ismételten a Robert Bosch
Energy és Body Systems Kft. Kapta ezt az elismerést. 2016-ban egy olyan cég kapja, aki nem olyan régóta van Miskolcon, 2014-ben rekordsebességgel épült fel a gyár, a Takata gyár Magyarországon, illetve Miskolcon, és azóta nagyon aktív részese a Miskolci Egyetemnek ez a gyár, aktív szereplője, ezért szeretnénk megköszönni ezt az elismerést, és átadni a díjat Bakman úrnak. Kérném, Bakman úr, fáradjon ide, és ezúton átadom neki azt a fajta elismerést, ami a Miskolci Egyetem részéről a Miskolci Egyetem hallgatóinak foglalkoztatásáért járó díj. 2016-ban a Takata Safety Systems Hungary Kft. Nyerte ezt el. Gratulálok! Tekintünk erre a dinamikus időszakra, ami mögöttünk van, akkor elmondhatjuk, hogy tényleg nagyon-nagyon büszkék lehetünk arra, és minden dolgozunk büszke lehet arra, amit elértünk eddig, és egy ilyen gyárat megvalósítottunk és felépítettünk ennyi ilyen rövid idő alatt. Most már több mint 800 munkavállalónk van, ahogy említettük, és a jövőre nézve pedig elmondhatjuk, hogy néhány héten belül már mintegy 1000 fős munkavállalói létszámot is el fogjuk érni. Emellett pedig még azt is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy nem csak a munkavállalók száma, hanem a kompetenciáknak a köre, a kompetenciák listája is igazán szélesedik, hiszen nem gyártógyár, nem csak egy gyártógyár vagyunk már, hanem egy prototípus gyártó üzemünk is megkezdte a működését, valamint egy fejlesztő mérnökségi csapat is létrejött a miskolci gyárunkban. Van egy hatalmas tesztüzemünk, ahol a légzsákok tesztelését végezzük, illetve már egy szerszámüzem is működik a miskolci gyárunkban, úgyhogy mindenre nagyon büszkék vagyunk, és ezeket a területeket kívánjuk még a továbbiakban is fejleszteni a jövőben. MOL csoport, hivatalosan most azért van itt, mivel rengeteg gróállásunk van, és több mint 70 darab gróállással készültünk, illetve teljes munkaidős állások, illetve idősebb kollégák számára is állásokat tudunk kínálni. A GRU 2007-ben indult el a program, már több mint 1750 friss diplomás kollégát sikerült a berkeinken belül tudni, melynek több mint 83%-át sikerült MOL-on belül megtartanunk, illetve állást kínálnunk nekik. A GRU program nagyon előnyös, én is szintén GRU-s vagyok, illetve GRU-ban kezdtem. Az első egy évben betekintést nyerhetünk a teljes cég világába, illetve különböző educational programokon, illetve site visiteken megismerhetjük a teljes cég felépítését, mely során a vezetőinkkel közvetlenül tudunk kapcsolatot teremteni, meg tudjuk őket szólítani, illetve az elvárásokat meg tudjuk ismerni. Az álláspörtén mindenféleképpen számítunk egy elég komoly jelentkező hadra. Az elbeszélgetések révén meg tudjuk egymás személyiségét jobban ismerni, illetve a segítségeinkkel különböző állásokat tudunk kínálni nekik. Nagyon fontos, hogy felkészültek legyenek, illetve az angol nyelvtudás, amit kik szeretnénk hangsúlyozni, a saját cégen belül a hivatalos nyelv az angolnak számít, így nyilván angol nyelvtudással rendelkező egyeneket szeretnénk a berkeiken belül tudni. Állásaink tekintetében olaj, illetve gázmérnököket keresünk, villamosmérnököket keresünk, gépészmérnököket keresünk, viszont gazdaságtudományon végzett hallgatókra, illetve jogi hallgatókra is igényt szeretnénk tartani. Az állásajánlataink közül üzleti támogatás, kommunikáció, vállalkozásfejlesztés, kiskereskedelem, finomítás, olaj és gázmérnöki szakirány, termelési szakirány, mindenféle szakirányban várunk a hallgatókat, és reméljük minden többen érkeznek a MOL csoporthoz, és minden többen benne tudunk állást adni idén is.
Igazából 8 hónap múlva végzek itt a Miskolci Egyetem mesterképzésén, hegesztőmérnöki pozíciókat keresek, és gépészmérnöki pályák eléggé nyitottak, tehát rengeteg lehetőség van. Szétnéztem már a Jabilnál, a Klásznál, a Boschhoz is keresnek rengeteg mérnököt, de rengeteg kis cég van is, ami magyar tulajdonban van, és keresnek olyan szakembereket, akik itt végeznek a Miskolci Egyetemen hegesztési pozícióban. Hát, mechatronikus MSC-s vagyok, és elsősorban ugye műszaki területek, amik érdekelnek. Elsősorban gyakornoki pozíciók iránt szeretnék érdeklődni, azért elkezdtem most az állásbőzére. A műszaki anyatudományi karon tanulok, anyagmérnöknek, és energetikai szakirányon, és elsősorban az energetikai területek a gyakornoki képzések miatt érdekeltek, hogy nyáron esetleg még valamilyen nyári gyakorlatot ugye el tudjak végezni, hogy a tudásomat tudjam még bővíteni, és más területeket is meg tudjak nézni. Hennyesz Dávidnak hívnak, most végeztem 2016-ban a mesterképzésen itt a gépészmérnöki karon. Még nem találtam meg a hozzám illő állást, ezért eljöttem ide körbenézni, hogy hát ha akad olyan, ami megtetszik nekem, és beadhatom az önéletrajzomat. Nagyon sokan vannak, de nagyon nehéz sorra kerülni, ami megtetszik cég, de türelem, ki kell várni, és hát ha megtetszik álmaim cége, és itt megtanultam. Hát vagy vegyipari gépészeten tanultam, nem feltétlenül találunk itt olyan céget, ugye Boschotkem inkább, illetve itt szembe, velem szembe a MOL, de azon kívül ugye számos cég van, ami a gépészmérnöki pozíciónak megfelel, arra is kacsingatni kell, nem csak a saját szakirányomnak.